karácsony fotótémákban is gazdag időszak. Egy tapasztalt városfotóst kérdeztünk arról, hogy mit érdemes ilyenkor lencse végre kapni. A fotókat kompakt és profi géppel is elkészítettük. Én mindenképpen lefotóznám például a Andrássy utat, meg a körutat, a gyönyörű kivilágított fákkal, a zsiráfokkal, ahogy sokan hívják őket. Illetve hát ott ugye nem csak a fák, hanem a gyönyörű kandelláberek is szépen az egész ilyen gyertyaformák ki vannak világítva. Ezek önmagukban is egyébként önállóan jó témák, illetve ott van a karácsonyi villamos, ami már évek óta visszatérő téma, meg a, hát a karácsonyi vásárok. Nem csak tágtereket lehet fényképezni, hanem a gépeken lévő makrofunkció segítségével. Érdemes részletfotókat is készíteni, hogy ne csak nagy totálok legyenek, hanem egy-két ilyen karácsonyi kisebb hangulatot elkapjunk. Néhány alaplépés és eszközötlet a tökéletes karácsonyi fotók elkészítéséhez. A legjobb módszer a hosszú záridős felvételek készítése, amikor is egy fix pontról vagy állványról fotózunk, és hosszan exponálunk, akár hosszú másodperceken át, és ez eredményezi azokat a szépen elhúzó fénycsíkokat, amik tulajdonképpen ugye az autóknak a elhúzó fénycsíkjai. Miután megtudakoltuk az alaplépéseket, kipróbáltuk mindezt a gyakorlatban is. Először egy karácsonyi vásárban. Szimmetrikus épület esetén erre érdemes figyelni. Fontos, hogy egy vonalban legyünk a középvonallal, és nyomjuk meg az exponáló gombot. Elkészült a kép. Lássunk egy másik klasszikus témát, amikor egy fenyő is áll az előtérben. Az a lényeg, hogy vízszintesen legyen magának a fényképezőgépnek a teste. Jó? És akkor most térjünk vissza megint a manuálisabb üzemmódra, tehát ezt az automatát felejtsük el. Zoomoljunk ki, hogy minél több látszódjon a bazilikából, illetve a fenyőfa is rajta legyen még. Tudásunkat végül próbára tettük a nagy körúton is. Tehát az a lényeg, hogy nagyon fixen megtartjuk a fényképezőgépet, és hosszan exponáljuk. A végeredmény, amelyen a fénycsíkok is láthatók, így fest. Karácsonyig pedig még van néhány napunk a gyakorlásra. Hát nem is képezzük ki profi fotóssá, profi fényfotóssá magunkat ezzel a néhány nap alatt, ami karácsonyi még hátra van, azért legalább megpróbáljuk. Jamrik Vilmos segít nekünk itt a helyszínen ebben. Azt csinálta Vilmos, amikor te még nem voltál itt, ugye az adás előtt, hogy lefotózta az adventi koszorúinkat, asztali díszeket és mindent, amiben gyertya van, csillan a fény, vagy valami történik. És aztán ezt lefotózta jól is, meg rosszul is, ugye? Igen, hát többféle fényképezőgépet hoztam ma. Ugye otthon, ami általában megtalálható mobiltelefon, vagy egy egyszerű kompakt fényképezőgép, amivel nem biztos, hogy sikerül pont olyan képet készíteni, amit szeretnénk. Ezért én azt mondtam, hogy inkább megmutatom azt, hogy hogyan is lehet lefotózni azt az ünnepi hangulatot, azt az ünnepi fényt, akár a gyertyalángot. Ez az, ami esetleg nem csak ilyenkor karácsonykor, hanem egy szülinapnál is, amikor a gyermekünk élete első tortáját próbálja elfújni, és ott szeretné lefotózni a képet. Az első képet azt látjuk is. Igen, ez egy első kép. Igen. Itt is van egy olyan képünk, amit nekem a kisfiammal fotóztuk. Nekünk karácsonykor ilyenkor mindig van egy ilyen kis játékunk, amikor együtt fotózunk, és csinálunk egy-egy ilyen szép képet, ő nagyon-nagyon szeret fotózni, és akkor a DSLR-en állítjuk be. Van egy pici szabály, amit, hogyha az ember otthon betart, és van egy olyan fényképezőgép, amit manuálisan be tud állítani, ez pedig úgy szól, hogyha az ISO érzékenységet 100-ra állítjuk, és 8-as rekesszel 1/8-as záridőt fotózunk, akkor a gyertyalángja, ez ilyen nagyon szép sárgás fényével be fog exponálódni, és szép lesz, viszont a környezet egy picit sötét lesz. Ez a kép, ami most látható a nézők számára is, ezen a képen szeretném megmutatni azt, hogy itt látszik ez szépen, és egy pici vaku derítést adtam rá, és akkor látszik az előtérben is a gyertyának a kis díszítése, a kis gyöngyök, az apróbb díszek,
Ezt nyilván, aki tud egy kicsit is fotózni, meg van egy mondjuk egy komolyabb egy kézzel állított, egy manuálisan állítható gép, ez érti ezt a rekesz ízét, meg mindent. Én nagyon örülök neki, én vettem egy ilyet, és azóta nem tudok fotózni. Tehát a legegyszerűbb gépeket, gyönyörűeket fotóztam, vettem egy profi Nikon, de vettem egy profi gépet magamnak, és azóta teljesen kútba fúlt a fotótudásom, de igen, ezt most megjegyzem. Ezt igazából vissza. Tisztába kell lenni néhány alapfogalom, és hogyha ez már megy, akkor utána mindent meg lehet fotózni. Tehát, hogyha úgy veszük egy picit, lehet azt mondani, hogy a fénnyel játszunk, a fénnyel festünk ugye a fényképezésnél, és hogyha annyi ideig engedem be a fényt, amennyi idő alatt azt szépen be tud exponálódni, akkor megkapom azt a képet, amit szeretném. Erre mondtam ezt az ISO 100, 8-as rekesz és egy 1/8-os záridővel megfotózzuk, az úgy rendben van. Persze. Most látható képet itt kint az előtérbe fotóztuk egy koszorúról, amin szintén láthatók a gyertyalángok, háttérben van egy kis csillogás is, ezt hívjuk ilyen fotós sakzargon néven bokénak, amikor a háttérfények, akár a karácsonyfa fénye, csak ilyen pici kis gömböcskékként látszik, hiszen annyira messze van a fő témámtól, több méter távolságra, hogy az csak ilyen éretlen folthatásként jelenik, meg viszont egy nagyon szép fénye van. A vakut az tompító? Tehát jól látom, hogy ez egy tompító rajta? Ez egy diffúzor rajta, ami nem olyan erős, nem olyan nagyon kemény fényel fogja megvilágítani, és sok esetben még lejjebb is veszem a fényét, hogy ne üljük meg a hangulatát a témának. Tudom azt csinálni, mert nekem nagyon sokszor ilyen kipattanós van, hogy mondjuk, és gondoltam már, én a kezemet szoktam oda tenni, de hogy mondjuk egy fehér lappal lehet operálni, hogy lehet, jobban bármit terítsen. Lehet, a fotózás mert egy kicsit barkát. Agyon szokta verni, nem tudom, ez a nagyon egyértelmű vaku minden egyes képemet, és azt látom, hogy ebben lehet így szóratni a fényt, és ettől szebb a hatása. Igen, tehát az a baj, ezek a pici vakuk igazából vannak a gépen, de megölik a hangulatot. Meg? Tehát azzal, vagy azt kell csinálni, hogy ezt le kell minuszolni, amennyire lehet, hogy csak egy picit hozzáadjon. A vakuzást azt nagyon sokan rosszul értelmezik, mert a vakuzásnak nem az a lényeg, hogy kivilágítson egy stúdiót, vagy éppen egy templomot, ahol az ember fotózni akar, hanem igazából a fényképezőgépet kell úgy beállítani, hogy az rendben legyen, a fotózásnál az expozíció helyes legyen, és a vaku csak egy nagyon picit adjon hozzá. Tehát pici derítést adjon, egy picit fogja meg a képet. Így van, akár mint a képen is látható volt, hogy az előtérből is látszik, és ne csak a gyertyalán. Igen, olyan, mint általában egy amatőröknél, mint a rakéta így megérkezett volna, és mindent itt teljesen szétéget. Nagyon sok olyan fotó készül, ami olyan, mint hogy egy barlangba készülne, mert a fő témám az éles, ki van világítva, de nagyon, és körülötte meg szinte minden fekete. Tehát nem látszik az, hogy pontosan mit fotóztunk, felismerem hol van. Felismerem ebben a néhány oldalban a saját fotóimat. Nagyon sok fényképet kaptunk, és Vilmosnak volt az a feladata ezen a héten, hogy kiválassza az Itt repül a kismadár pályázatra érkező fotók közül a győztest. Mondhatom én? Igen. Grant Ildikó küldött a kisfiáról Williamről egy fotót, amit látunk. Ők nyertek ezen a héten. Gratulálunk a cukiságnak. Miért ezt a fotót választottad? Ugye jó néhány képből kellett kiválasztani, és én próbáltam tényleg egy picit fotós szakmai szemmel nézni ezt a képet. És igazából nem csak a gyerek bűvölte. Itt nem. Két-három kép közül vaciláltam elég sokáig, mert volt benne más is olyan, ami szerintem érdemes lett volna a díjra. De ez a kép volt az, ami nagyon letisztult. Tényleg a téma rajta van, ott van a gyerkőc ezzel a cuki arccal, és a háttérről viszont szépen le van választva, tehát az elmegy életlenbe, maga a témám éles, szépen exponált, helyes mindenet, és így nagyon tényleg egy cukiságfaktor jött le belőle.